Mr. és Mrs. Bés. Kik ők? Mr. és Mrs. Bés. Akik beszélnek, dolgoznak, önkénteskednek a Rádió Bésben. Mr. és Mrs. Bés. A héten, akit szeretnék jobban bemutatni önöknek, bár nyilván, hogyha hallgatják a Rádió Bést, akkor sok-sok adásában hallhatták, kiderülhetett, hogy milyen ember, milyen műsorkészítő, Éri Balázs, de most talán olyan dolgokról is tudunk beszélni, amikről a hallgató nem tud. Először is köszönöm szépen, nem csak azt, hogy most itt vagy, hanem azt, hogy a Rádió Bés csapatát erősíted, ami tudva levőleg egy önkéntes munka. Szóval szia! Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget. Rögtön annyira furdalja az oldalamat ez a kíváncsi vagyok egyszerűen, te zeneszerző vagy, zenész vagy, mondd, a 21. században a kottákat még kézzel írják? Vagy arra van ugyanolyan számítógép, az ugyanúgy lehet a laptopon a kottát írni. Nekem mindig az jut az eszembe ilyenkor, amikor erről beszélgetünk, amikor Eszterházy Péter mondja, hogy ő kockás füzetbe ír, és hogy neki az az írás, amikor a kockás füzetbe tudja a szavakat egymás mögött. És én azt gondolom, hogy a mi generációnk, vagy akár a nálunk öregebbek, mást és máshogy írnak le kottába. Mert valahogy felelősségteljesebb, vagy nem is tudom, valahogy kifinomultabb módja, azt hiszem, a zeneírásnak ez. Persze lassabb is, meg nagyon sok minden. De miért lehet másképp? Tehát van erre már programozás? És... Hát természetesen ugye a számítógép nagyon kifinomult és nagyon elegáns módjai tudja szintén, sőt, biztos vannak olyan funkciói a zenének, amire ez a számítógép például alkalmasabb, vagy akár gyorsabb, vagy könnyebb a modellezési lehetőség. Pont ma hallgattam Bella Mátét egy rádiómisorban, aki most kapott Bartók Pásztori díjat, nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon jó zeneszerző, aki arról beszélt, hogy ő ugyan zongora mellett komponál, de például amikor musicalt, vagy alkalmazott zenét, vagy popzenét ír, nehogy Isten, akkor a számítógéphez ül, mert más eredmény születik. Aha. Na most én mégis azt gondolom, hogy azok a muzsikusok, akik mondjuk instrumentális zenét játszanak, mint például én, vagy van nagyon hangszercentrikus zenét, azoknak azért a kotta egy nagyon jó médium. Ha már az instrumentális zenét említed, akkor rögtön hallgassunk is bele, hogy köthessünk valamilyen zenét hozzád, ez az egyik alkotásod. Csend, ugye? Igen. A műsorodnak is ez volt a címe. Igen. Itt nálunk, amit ismétlünk, hála a jó Istennek, bár akkor is rögtön egy olyan területre tévedek, amiről én azt gondolom, hogy a beszélgetésünket végig fogja kísérni, így vagy úgy. Hogy tudnék, volt nekünk vitánk, vagy ha úgy tetszik, polémiánk, hogy miközben te egy zeneműsort szerkesztettél és csináltál itt, ezt folyamatosan nem csak zenei tartalommal töltötted meg, hanem mondjuk úgy, hogy társadalmi mondandóval, vagy mondjuk úgy, hogy direkt politizálással, amit én megkerülni próbáltam itt ebben a rádióban, és ez kifejezetten majd, hogy nem csörték ment közöttünk, baráti csörték természetesen, mert te azt gondolod, mint egyébként sokan mások is, hogy a zene sem szólhat másról, mint a társadalmi folyamatokról. Tehát, hogy ki kell mondani dolgokat, amivel én tulajdonképpen egyetértek, de mégis óvom magamat, mert nem akarok hallgatót veszíteni, és nem akarok semmilyen oldal mellé állni, sőt. És az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyfelől igazat mondok-e, másfelől te tényleg úgy gondolod, hogy akár a Csend című darabnak van politikai tartalma?
Én nagyon élveztem egyébként a veled való polémiát, hogyha ennek nevezzük, mert szerintem ez önmagában egy nagyon fontos kérdés. Hogy például a Rádió Bécsbe bevihetjük-e mi? Most azért a direkt politizálást kicsit erősnek gondolom, mert én nem tudom, választási kampányokat próbáltam zenei műsorra alakítani, de hogy tehát egy olyan rádió, ami egyértelműen feljebb akar emelni minket a politika szintjénél, ugye? Azt leronthatja bármilyen politikai üzenet, én ezt tökéletesen értem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mi most olyan helyzetben vagyunk, hogy minden egyes felület, ahol megjelenhetünk, ahol a gondolatainkat, és hát a zenénk is a gondolat, közvetíteni tudjuk, az a felület nekünk azzal a felelősséggel is jár, hogy a gondolatainkat a minket körülvevő világról is közvetítsük. És én ugye mindig, amikor rám szóltál, hogy most túl messzire mentem, akár ilyen politikai üzenetekben is, akkor értettem tökéletesen a te szempontjaidat, és el is fogadtam, csak nagyon sajnáltam, hogy miközben én mondjuk egy órás rádióműsorban mondjuk a Brexit ellen felhívást intéző zenészek dalait válogatom össze, azt nem tudom egyértelműen hozzámondani, hogy de én nem értek egyet az unió szétverésével például. És tökéletesen igazad van, te professzionális rádiókészítőként pontosan érzed ezeknek a határait. Én viszont ugye kevésbé, mert indulatosabb vagyok, türelmetlenebb vagyok, engem nagyon-nagyon sok minden sért, nagyon-nagyon sok minden bánt, ami bennünket körülvesz, és most tisztelettel... Itt most lehet. Itt most arról beszélünk, hogy igen. Jó, akkor viszont hadd mondjam, hogy amikor jövök most az autómmal ide, és látom ezeket a plakátokat, akkor minden egyes plakátnál az én gyomrom összeszorul. És ez engem akkor is foglalkoztat, hogyha próbálok, ha tudnék fölül emelkedni. Na de akkor, amikor leírsz mondjuk zenét szerezni, vagy amikor konkrétan te írsz egy számot valamelyik előadó művésznek, még a szöveget is, hát akkor mégse a plakátra, az EU-ra, Orbánékra, vagy nem tudom én, a Gyurcsányékra gondolsz. Persze, természetesen, hanem azokra a viszonyrendszerekre, vagy azokra a gondolatokra, vagy arra a kultúrára, amire ők valamilyen módon reflektálnak. Tehát én például azt gondolom, hogy ez az egész multikulti, ami ellen most mi rettentesen fegyverkezünk ugye borzasztó erőkkel, mármint a magyar kormány, az például a zene alapja. Hogyha én arra gondolok, hogy miért játszott Miles Davis háttal a fehér közönségnek, akkor nem azt gondolom, hogy Miles Davis olyan zenét játszott egyébként, ami sérti, ami tudom én, fehér keresztény identitást, vagy mit tudom én. Hanem ez egy kifejezetten politikai. Hanem egy borzasztó erős üzenet. Igen, ezzel egyetértek. Ugye a nagyon nagy kérdés, hogy és akkor most elemelem már a konkrét rádióbésbeli szereplésettől ezt, hogy a zenész az politizáljon, a politikus politizáljon, az emberek megszívjanak, ugye? És jó esetben hallgassanak zenét, hogy ez nem így van, ezt mondod, mert minden a társadalmi folyamatokról, kvázi a politikáról szó, akár zenéről legyen szó, akár napköziről, akár közlekedésről, mert ott a tábla, mert ott a kátyú, mert ott a... és itt tovább. Hát ráadásul én ezt nagyon közvetlen hatással formálnám. Hát azért ma Magyarországon zenélni politikai kérdés. Igen. Mert a financiális háttere, a kultúra támogatás, általában a kultúrpolitika, amit most ez a kormányzat kultúrpolitikának nevez, maga a két művészeti akadémia, annak megalakulása, annak szembenállása, a mögötte levő ideológia, az NKA, tehát a kultúra támogatásának a rendszere, amikor Szandi 1 milliós támogatást kap a mit tudom én milyen jubileumi lemezére, Kásler Miklós miniszteri keretéből, azért, mert előtte pár hónappal kiállt. Mondjuk, hogy lehet, hogy azért, mert megérdem. Nem mondhatjuk azt, mert ilyen szempontokat mi nem látunk. Ha látnánk, tehát tudnánk azt, hogy itt teljesen egyértelműen működnek ilyen művészeti szempontok, és bízhatnánk abban, hogy ez így van, akkor eszünkbe sem jutna ezen gondolkodni. De például én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan példát látunk, mondjuk a legfrissebb Brody volt, aki ugye elmondta, hogy a magyar, vagy az Operettszínházban felmondták a szerződését, a Bulgakov mű, és hogy emögött politikai indítatás lehet. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen példánk van, és hogyha ez ellen nem védekezünk erről, például a hallgatónak nem mondjuk el azt, hogy
ez az előadó kap állami támogatást, és nem látjuk mögötte az okokat, ez meg nem kap, és ott meg egyértelműen látjuk, tehát a hallgató nem tudja, akkor elvesztjük azt a kevéske fegyvert is, amivel mi tudunk védekezni. Nem gondolod, hogy az már eleve egy állásfoglalás, hogyha minőségi munkát teszel le az asztalra, hogyha nem bonyolódsz olyan csörtékbe, amik érzelmi alapon történnek, ha tetszik, ha nem, mert minden választás, politikai választásokra gondolok, politikai pártokhoz való kötődéshez, személyekhez való kötődés, az egy érzelmi, egy hitbéli kérdés. Tehát ha én nem tudok, mert nincs folyosó, nagyon sokáig hirdettem, mondtam azt, hogy én, hogy mondjam, árok, ha nem is árok betemető szeretnék lenni, de legalább hidakat próbálja építeni egyik oldalra. Nagyon nehéz, hát nem nagyon lehet. Na, de én azt gondolom, hogy a hídépítés pontosan ugyanolyan üzenet, amiről én beszélek. Hogyha te azt mondod, hogy be akarod temetni az árkot, az egyik arról beszél, amiről én, hogy a közös pontokat keressem, amiről te beszélsz, az pedig az, hogy kiabáljam, hogy a király mesztelen. Persze, én most nem azt mondtam, hogy az enyémmel azonos a te elgondolásod, de mégis már ott tartunk, hogy ez is direkt politika üzeneté válik, hogyha te most azt mondod, hogy te hidat akarsz építeni. Én folyamatosan. Hát igen, mert hogy kapunk az arcunkba egy ellenkező értelmű üzenetet, hogy már pedig mi most gyűlölünk, utálunk, ha te nem vagy, nem támogathatok kormányt, hazaárul vagy, stb. Ez pont annak az ellenkező, amit te mondasz. Tehát, hogyha te erre reflektálsz, én legalábbis így gondolom, akkor persze finoman, elegánsan. Nem erre reflektálok, hanem azt mondom, mert ezzel már nem tudok reflektálni, nem is akarok, nem is az a színvonal, amit nem, hanem azt mondom, hogy de ugye a nap az finoman cirógat téged is, ugye? Igen, mindegy, hogy az árak melyik oldal. De ugye te is szereted a gyerekedet. Tehát, hogy nagyon sok közös dolog van. Te is szeretnél értelmes embereket, bölcs döntéseket, stb. Nem megyek bele a részletekbe, de aztán most már ezt a témát én el is ereztem, mert nem téged akarlak meggyőzni. Jó. Ami engem nagyon izgat, hogy a te hihetetlen, de tényleg egy számomra egészen elképesztő indulataid, amiket egyébként jogosnak tartok, és indokoltnak, azok hogyan tudják létrehozni azt a hangulatot, most rögtön megint elindul az a finom zene, jó, alattunk maradhat egy kicsit, amihez ilyen nagy békesség kell, amihez lenyugvás kell, amikhez csodák kellenek. Én azt gondolom, hogy a zene azért végül is mindentől függetlenül, ugye Stravinsky-val, hadd értsek szerénytelenül egyet, csak önmagát fejezi ki. Tehát amikor mert Stravinsky mondta azt, hogy a zene semmiről nem szól, igen, csak magáról. Igen. És hogyha én leülök zongorázni, akkor ha akarnék, se tudnék, nem tudom, úgy zongorázni, hogy abból te azt halld ki, hogy én most, mit tudom én, milyen direkt politikai üzenetet akarok küldeni. Tehát, de az, hogy zaklatott vagy, szövege... vagy nem, az igen, mert csak elég, hogyha néhány kortárs zeneszerzőre, vagy akár Bartókra gondolok, de legutóbb épp Kodálytól hallottam egy fantasztikus brácsa versenyművet, ami tele volt zaklatottsággal, tele volt indulattal, tele volt, nem is tudom mivel. De te meg, hallgass meg, te meg a harmóniát nyomod. Gyere csak, gyere. Hát a szépség. De ez most ugye szerintem, nem is erre a zenére, de hogy Bartók vagy a Kodály Brácsa, művészet. Tehát én azt gondolom, hogy az természetesen az önön identitásánál fogva emelkedik felül azon, amiről mi most beszélünk. Tehát ugye a kettőnk közti ellentét, vagy véleménykülönbség pont erről szólt, hogy én csodálatos, gyönyörű, legalábbis általam gyönyörűnek és csodálatosnak tartott zeneműveket szeretnék megmutatni a hallgatónak, de mivel van rá lehetőségem, mert a kezembe adtál egy mikrofont, és működteted a rádiót, ezért szóban hozzáteszem azokat a kiegészítéseket, ami ezt árnyalja. Igen, ez igaz, de most már szakadjunk el egy kicsit a rádiótól, az életedre vagyok kíváncsi, és ezek összefüggenek, ugye az indulat, a politikai érzékenység, hogy kimondod, hogy a király mesztelen, hogy kiabálsz, hogy érzékeny vagy, és nem csak zeneileg. A kettő nyilván összefügg. De akkor most kezdjük előről, mint hogy eddig nem is beszéltünk volna semmiről, és azt mondom, hogy Éri Balázs, ki ő? Egy zongora művész?
Hát ez egy nagyon megtisztelő cím, hogyha a zongoraművésznek, nem tudom, Kocsis Zoltánt gondoljuk, akkor természetesen nem vagyok zongoraművész, de mint olyan ember, aki a zongorán billentget és próbál ezzel valamit létrehozni, abban az értelemben szeretek magamra zongoraművészként gondolni. De természetesen ez is, mint minden más, ebben a mostani világban viharos gyorsasággal változik. Tehát ahogy mi a komoly zenéhez való viszonyunk, tehát a klasszikus zenéhez való viszonyunk, vagy akár a kortárs zenéhez való viszonyunk, vagy egyáltalán zenéhez való viszonyunk olyan rettenetesen gyorsan változik, a befogadási szokásaink, a médiumok, amin keresztül eljutunk a zenéhez, ez mind akár évente változhat, ezért én nem tudom megmondani, és nem is gondolkodom rajta, hogy én ebben az egész struktúrában milyen szerepet akarok betölteni. Jó, de azért, ha nekem most valamit mondani kell rólad, akkor mondhatom azt, hogy kb. Egy 60-62 éves pasi velem szembe, ősz bizony a haja már, de azért jól látom, hogy cofod van, vagy hosszú hajad van, sőt, fülbevaló a bal füledbe, nem tudom én, tehát azért egy ilyen művész kinézetű pasas ide jön, aki mellesleg szöveget is ír, zenét is szerez, hát csak most épp néztem, hogy Aúd Csillának hány dalt szereztél, azért azt néztem, mert Aúd Csilla is ugye dolgozott nálunk. De hát messze nem csak ezeket csinált, és a legnagyobbakkal dolgozol, a mai magyar pop-rock műfajba, Presszertől, de nem sorol, nem akarom a neveket itt sorolni, mindenkivel dolgoztál már. Jó, de én itt maradtam, tehát ugye a cofom, a fülbevalóm, a nem tudom, még a fehér hajszál, nem, de a többi az már ugye évtizedek óta így van, így maradtam. Nem, én szoktam kérdezni a feleségemtől, hogy illetve nem kérdezni, mondom neki, hogy szólj, amikor le kell vágni a cofomat, és nem tudom, normális, civil, vagy nem tudom, milyen öltözetbe kell át alakulnom, hogy lássák rajtam. Mert most is sétálok a kutyám, és akkor mondják nekem, hogy szia, mert ugye a cof megtévesztő, meg a fülbevaló, meg mit tudom én. De mondom, én így ragadtam, és én elkezdtem úgy zenélni 30-40 évvel ezelőtt, hogy tényleg a leganalógabb zenei gyártási folyamatokban, hogy amikor még nem tudom hányszoros magnóval, analóg rendszerekkel vettük több fel. Sávon, igen. És én ezt átéltem most, hogy most már akkor a nem tudom, Spotify-on hallgatunk zenét, lehet, hogy valaki otthon a konyhában egy laptoppal egyébként nagyszerű dolgokat tud létrehozni. Ez engem nem alakított át, vagy nem tudott átalakítani. De az kicsit... Maradtál 20. századi. Igen, pontosan. És ezért mondom, hogy olyan tempóban változott a dolog, hogy nem is mindig tudom felfogni ezt a változást, vagy legalábbis a sebességét. Thank you.
Mr. Bézs ezen a héten Éri Balázs, aki... Hát igen, mindig baj vagyok, hogyha megkérdezik, hogy mi vagy te. Szóval aki egy zenével foglalkozó ember, miközben hallatlan érzékeny reagál a politikai, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a társadalmi folyamatokra, e kettő szétválaszthatatlan neki, hol zenét szerez, hol több száz lemezen voltál alkotó, vagy résztvevő, és zenét is írtál már, nem te, az életed tulajdonképpen az alkotásról szól. Ennyit tudok rólad, meg persze a vitáinkat, meg az ízlésedet, azt tudom, most például mit hallgattunk. Most Lengyel Fimikivel egy közös dalunkat, amire én egyébként nagyon büszkés vagyok, hiszen egyrészt Miklós is dolgozott itt a Bécs Rádióban, tehát itt is ilyen kapcsolat is van. KFT együttes oszlopos tagja, basszusgitáros. Igen, de mi évtizedek óta játszunk együtt, és én nagyon-nagyon szeretek vele muzsikálni, és ezt a dalt, amit itt hallottunk az előbb, ez egy koncertprogram része, ahol mi ketten, ő ugye elektromos Gordonon, én pedig zongorán játszom. Jó, tehát, hogy az életed egy alkotás, meg dühöngés. Dühöngés, mert nem jól vannak a dolgok úgy, ahogy, nem? Azért a dühöngés az öncélúnak tűnik, ahogy így mondod. Tehát engem tényleg valóban nagyon sok minden bánt, nagyon sok minden sért, nagyon sok minden miatt félek. Nagyon kedves barátom, Gábor György, a filozófus, ugye a Nem Félsz Book című könyvír, a könyvnek a főszövegében írja, hogy dehogy nem félsz, hát ő is rettenetesen fél mindenféle dolog, és hogy olyan irányba megy a világ, hogy igenis van okunk félni, de hogy pont azért kell ilyen könyvet írni, meg pont ezért kell elmondani a véleményünket, hogy ezek a félelmek ne teljesedjenek be. Neked is, unokáid, igen, mondtad, hogy család. Nekem is van lányom, aki nagyon-nagyon hosszú ideig mindent megtett azért, hogy taníthasson, a legmagasabb képesítéseket megszerezte az egyetemeken, Magyarországon pedagógiai doktorandusz hallgatós. Nem tanít, mert nincsen meg az a körülményrendszer, ahol ő ezt a tudást hasznosítani tud. Nincsen helye a magyar oktatási rendszerben neki. Ez egy borzasztó érzés. Vagy van unokám, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon nagy boldogság, és igen, lehetne most hátradőlni, és azt mondani, hogy nagypapaként is megyek az unokámmal, és hogy micsoda másik élet ez. De közben ott van a rettenetes félelem. A légszennyezéstől kezdve, az egészségügyön át, ennek az országnak a mentális állapota, tehát hogyan tudnám én ezt kizárni? És ha dühöngök, akkor az egy szimpla káromkodás, hogy és akkor mondom, hogy nem tudom, káromlom az Isten. Több ez, aggódás. De én azt képzelem, hogy ezen lehet azért változtatni. Én azt gondolom, hogy ha ezt elmondjuk, hogyha ezen gondolkodunk, hogyha ezt figyelembe vesszük, hogyha nem kihátrálunk, hanem próbálunk ezzel valamit kezdeni, akár csak megfogalmazni, én más nem tudok. Tehát nincsen semmiféle hatalom a kezemben, nincsen semmiféle eszköz, se pénzem, nincs, semmim nincs. Egyetlen dolgot tudok, hogy elmegyek időről időre például a nyitott műhelybe Fintalaci barátomhoz, ahol zongorázom, és ott felolvasom azokat a szövegeket, amiknek a tematikája valamilyen módon ezzel kapcsolatos. Tehát a kvázi terápia. Lehet, hogy ezt mondod, hogy kidühöngöm magam, de nem, mert én ezt azért tartom fontosnak, mert azt szeretném, hogy aki ott ül, az hallgassa meg, amit mondok, és amikor vége van, mondjuk hozzá zongorázom, igyekszem ugye nagyon szépen azt mondani, hogy de figyeljetek, mert itt ez a világ. És akkor például eljön Gábor Gyuri, és felolvas a könyvéből. Vagy eljön Duba Gábor barátom, aki ugye szintén itt a Rádió Bécsben, aki szintén felolvas a saját szövegeiből, aki egyébként szintén hasonlóan aktívan véleményt alkot. Vagy Szelle Tamás, vagy nem tudom, most nem akarom, nehogy kifelejtsek valakit. És mi ezeket... Mert én is ott voltam. Jó, természetesen, de te nem olvastál a saját szövegeidből, te csak meghallgattál minket, aminek én nagyon örülök. De hogy beszéljünk erről, és amikor vége van a koncertnek, akkor mondják azt, hogy jaj, hát ez egy másik világ lehetne így, hogy mi egy ilyen kulturális helyen, ugye ez Eszterházi, meg Spiró, meg Nádas, meg Petri Györgyék kultikus helye ez a nyitott műhely, hogy elmegyünk egy ilyen helyre, és ott akkor tényleg próbálunk valahogy máshogy élni. Ez a dühöngés ellentéte, vagy hogy mondjam. Értem, amit mondasz. Rossz szóhasználat volt, igazad van. Miközben
te élsz így, ahogy. Ekközben nagyon sokan másként gondolják, hogy nem az a helyes, amit te gondolsz, meg te mondasz. Sőt, hát egészen egyszerűen minősíthetetlenül minősítenek. Valamelyik blogodban ugye olvastam is, amikor apáddal osztok összefüggésbe, és hát nem hogy csak lekomcsisztak, hanem nem tudom, durvább módon, de melegnek, és minden másnak is tituláltak. Tehát egészen elképesztő mélységig stílusra gondolok, megy le, mert a vélemény szabad, persze, gondoljon rólad rosszat, vagy bármit, aki akar, de jó, hogy ezt te hogy bírod? Ebben én csak az igazolását látom annak a helyzet értékelésnek, amiről beszélek. Például, amit mondasz, ugye én a Kanadai Magyar Hírlapban rendszeresen publikálom ezeket a szövegeket. És ott valóban néha egészen döbbenetes hozzászólások érkeznek, és valóban például ebben a szövegben, amit említesz, itt arról volt szó, hogy az én édesapám, aki a Magyar Rádió egyik vezetője volt az előző rendszerben, ugye kommunistaként, nem tudom, tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy egyáltalán még zenélhetek, mert hiszen az ő nem tudom, talpnyalói, még most is ők, nem tudom, hordoznak engem a tenyerükön, és tőlük kapom a munkát, meg stb. Stb. Még az is benne volt, hogy hát a Megasztárba is azért ülhettem, nem tudom, bérmunkásként, mert hogy ott azt nekem valaki kijárta, vagy mit tudom. Na most ez annyira képtelen, annyira, hogy is mondjam, anakronisztikus, hogy ezt azért komolyan venni nem nagyon lehet. Tehát én azt nem hiszem, hogy erre úgy lehet reagálni, hogy akkor most engem ez megzavart. Bár hozzáteszem, hogy van nekem egy nagyon kedves barátom, Gerendás Peti, akinek szintén ugye nagyon erős kötődése van itt a rádióhoz, aki annak idején egy hasonló helyzetben, amikor írt ugye egy levelet arról, hogy az ő identitása és az ő helyzet ebben az országban, ott minden borzasztó dolgokat kapott. De ő aztán tényleg. És ő azt mondta nekem, hogy őt valóban bántotta. Ő belehalt. Igen, hogy ő neki ez rettenetes élmény volt. És akkor először én úgy nem is gondoltam rá, hogy de Péter, hát most ezt nem gondolhatod komolyan, hát... De a gyűlöletet muszáj komolyan gondolni, és a gyűlölet hullámot borította őt le. Na, és ez az, amit mondasz, hogy persze, ezt ide akartam kiukadni, hogy persze ennek azért van aztán egy olyan szintje, ami tönkreteszem, megöl embereket. Igen, igazad van. De én még ide nem jutottam el, hála jó Istennek, és valószínűleg nem is tudok, mert azért igazából én nem sértek, nem tudok sérteni senkit olyan szinten, hogy ez. Ugyanis ez a mostani rendszer az azért úgy működik, hogy maradtak ugye ilyen kis csatornák, ez amit mi most ilyen a demokrácia, nem tudom, kisköreinek itt. És akkor tényleg én leírhatom, és akkor mit tudom én, miket írhatok. És akkor hozzá még a Facebookon mások, még nálam idegesebben, még ugye szókimondóban, vagy nem tudom. De sehova nem jutunk ezzel. Tehát ugye nekem ez, hogy én ezt leírom, ez azért inkább arról szól szintén a terápia, hogy de jó, kiírt, amit mondtál az előbb, hogy kiírtam magamból, legalább felmutatom, hogy uraim, én ezt így gondolom, legalább a tisztességem megmarad, mert amikor hazamegyek, és megkérdezi a fiam, vagy a lányom, vagy nem tudom, hogy mit gondolok erről, akkor nem kell azt mondani, hogy én ezt gondolom, de mert ebből kellemetlenségem lehet, vagy mit tudom én. Nehéz. Most bevillan, tehát elmondom, mert eszembe jutott, miért nem mondjam el, hogy amikor én 2000-ben költöztem egy Pest környéki kisvárosba. És hát az évet már nem tudom megmondani, hogy ez 2002 volt, vagy 3, vagy nem tudom, de etályba még rázták a kerítésemet, és rohadt mindennek neveztek. A semmiért. Azért, hogy ott voltam. És egyszer bedobtak egy bombát a kertembe, ami nem egy igazi bomba volt, hanem fából kifaragva, egy tűzifából kifaragva, megfestve egy ilyen bummal, és egy halálfejjel, vagy nem tudom. És amikor ezt megtaláltam, az ajtóm előtt be volt odahajítva, akkor éreztem először úgy, hogy az ember tehetetlen a nagyfokú gyűlölettel szembe, főként, ha nem adtál rá okot. De bocsánat, ez 2002? Vagy 3. De már ennyire régen? Ennyire régen ez a dolog. Hát már el is temettem. De emlékszem, hogy még a rendőrségre is bevittem.
mert én ezt egy ilyen nagyon direkt jel, hát egyébként nem foglalkoztak vele, nem mindegy. Na jó, ezt csak azért mondom, mert én ott pestiesen mondom, ha délelőtt van, ha délután, nem tudom, mikor hallgatják, én ott bezartam. Én ott egyszer, ott éreztem, hogy én elkezdtem félni. Tehát addig mindent hárítottam, beszéltem, nem tudom, hogy az emberhez. Na, jó, hála Isten, túl vagyok ezen, de most bevillant, és rá kell, hogy jöjjek arra, hogy az emberek jelentős része ilyen szempontból igenis kerül a konfliktust, amikor már úgy érzi, hogy nem egy ügyről van szó, hanem a gyűlölet ellene irányul. Megfoghatatlan amúgy. Pont ez a felelőssége, pont ez a legnagyobb bűne, azt gondolom, ennek az elmúlt a rendszerváltás óta létrejövő minden rendszer, tehát én most nem csak a mostani hatalomra gondolom ezt, hogy ezt hagyták, hogy ez létrejöhessen, hogy kibújhatott a semmiből. Azaz nem a semmiből, mert voltak itt kisnyilasok, akik rejtőt agyonverték 36 évesen csak úgy, és akkor többi disznóságról ne beszéljek. Na jó, azaz dehogy jó. Kicsit elkanyarodtunk, ne arra, hogy hisz rólad van szó, de amúgy, ha már említetted édesapádat, akkor egy szót azért még beszéljünk, hogy te milyen családból jöttél, vagy te egyáltalán itt születtél Budapesten, vagy te egy vidéki gyerek, vagy konzit végeztél, vagy melyik kirúgtak 8 gimnáziumból, vagy szóval mi történt vele? Egyrészt Budapesten születtem, és ez is egyébként egy különleges vonatkozásának a dolognak, mert nekem nincsen ugye egyetlen határon túli rokonom se, tulajdonképpen vidéki rokonaim se, sincsenek. Én itt egy ilyen budapesti pali vagyok, és ezért is nagyon furcsa ez a nemzetpolitika nekem, meg ez az egész, amit mi most itt identitásnak, magyar nemzeti, nem tudom milyen identitásnak gondolunk. Aztán azért is, mert igen, az édesapám az előző rendszerben vezetőbeosztású, nem politikus volt, tehát ő újságíró volt, ugye a Magyar Rádióban dolgozott, de hát nyilvánvalóan ennek van egy kötődése. Mert neki van egy kötődése, volt egy kötődés az előző rendszer, mi rengeteget beszéltünk erről, nagyon sokat publikált egyébként ebben a kérdésben, csak ugye pont akkor ment nyugdíjba, amikor a rendszerváltás megtörtént, és ő már szóval, ahogy ezt megélte, ezt a rendszerváltást, az nekem nagyon-nagyon sok mindent megmutatott. Nagyon sokat beszélgettünk is erről, és én nagyon sok mindent megértettem. Egyrészt az előző rendszer hibáiból, de az előző rendszer értékeiből is valamennyit, és ennek az átalakításnak a módozatairól. Tehát ez nekem nagyon sokat tanított. Aztán úgy nőttem fel, hogy egyébként a családomban szinte mindenki pedagógus, a nagymamám, kezdve a nővéremig, az unokatestvérem, a lányom, a feleségem ugyanabban a gimnáziumban tanít 30 nem tudom hány éve. Ezt megint azért mondom, mert ez is egy különleges állapot. Magyarországon pedagógusnak lenni, ez egy egészen furcsa. Nem tudom, máshol is, mert ugye most a lengyel pedagógusok is sztrájkolnak, meg Los Angelesben is sztrájkolnak a pedagógusok, meg mit tudom én, de azért mégiscsak az van, hogy Magyarországon az oktatás, tehát egyáltalán a kultúrához való viszony, amit én egyébként az oktatásból eredeztetek, és a nevelésből is igen természetesen, az én életemben rettenetesen fontos, és valószínűleg a zene miatt is. Mert én ezt is valahogy ennek a részeként. Nekem nincsen felsőfokú zenei képzettségem, mert amikor én jártam például a konziban, meg annak idején, akkor még nem volt felső szintű zenei oktatás, tehát ugye se Dés Lászlónak sincs, Lernek se, senki nem volt, mi nem kaphattunk diplomát, ott egy ilyen óri engedély volt a konzi végén, egy működési engedély, egy ilyen szürke könyv, hogy előadói művészi engedély. Tehát a konzervatóriumot elvégeztétek, igen, diplomát nem adott. Illetve én a konzit sem végeztem el, mert elmentem a Dolirolba haknizni egy ilyen turnéba, nem tudom, már nem emlékszem pontosan az évre, és akkor nem engedték a konziban ezt a dolgot, hogy valaki itt a szórakoztató zenében így el, nem tudom, kolbászoljon, mert akkor vagy jazz, vagy izé. Szóval akkor még nem volt ilyesmi, és akkor engem úgy nem engedtek. És akkor nekem Garai Attila volt az zongora tanárom, akit egyébként nagyon-nagyon szeretek. És akkor azt mondta, hogy te Balázs, ne, neked, te ne ide, hanem te hozzám járj, és akkor majd én mindent megtanítok neked, amire neked szükséged van, és akkor így is lett ilyen tulajdonképpen ilyen magán
tanulóként a Garai Attilánál végeztem én el a jazz részét, és hát természetesen jártam klasszikus zenei, tehát azokat végigjártam a kötelező ilyen iskolákat. De ez csak azért nagyon érdekes, mert ugye akkor még a mi időszakunkban az volt, hogy nekem például a konziban az osztálytársaim 99%-a roma volt, akinek az volt az életcél, hogy ezt elvész, és akkor mennek hajókra, meg külföldre, és akkor keresik a pénzt, és akkor ugye el. És éppen ezért az én generációmból gyakorlatilag nincs is itthon senki, vagy én nem tudok mondani senkit, aki zenészként úgy végig. Tehát nálam fiatalabbak vannak, meg nálam idősebbek, de valahogy pont az én korosztályom nincs. Egyébként nekem az édesapám mondta annak idején, hogy de hát ehhez kell becsületes munkát is kell, és akkor elmentem hangszerkészítő, zongorakészítőken. Nem én mentem, ő küldöttem, mondta, hogy tessék, mert ez. És akkor oda járta a Bogdán Csaba, ugye a Szandi Féri, az Eddából a Gömöri Zsolt, meg többen, szegény Kovács Gábor, aki nemrég halt meg, a nagyszerű jazz zongorista volt, meg nagyon, nagyon sok zenész járt annak idején oda a hangszerkészítő iskolába. Ez ilyen, mint egy ilyen fedőszervezet, vagy nem tudom, mi lett volna. Hát legyen azért valami szakma. Igen, mert mondom, ugye abban a rendszerben munkanélküliként nem lehetett, felsőoktatás nem volt, tehát más meg megoldás erre nem volt, vagy valahol dolgozni kellett, vagy hát járni valamilyen iskolába, és akkor ezért mi oda jártunk ebbe a hangszerkészítő iskolába. Aztán akkor később, amikor megkaptuk a végén a konzin, vagy nem tudom, a végén ezt a szürke könyvet, én is kaptam ilyen előadó művészi engedélyt, és akkor mondták, hogy most már mostantól te szellemi szab... te ebből éltél tulajdonképpen. Hát igen, nekem szerencsém volt, mert ugye abba hagytam ezt a konzis dolgot a Doliról miatt, és azóta folyamatosan gyakorlatilag én dolgozom. Vagy zenekarokkal. Lemezek, turnék. Lemezek, igen, turnék, igen. Televízió, igen, filmzenéket írsz. Tehát azért sok-sok igen, azóta ezt csinálom. Uh-huh. Meg lehet ebből élni? Hát volt időszak, amikor nagyon jól meg lehetett élni. Az utóbbi időben azért én, ugye visszakanyarodva sajnos, itt nyilvánvalóan politikai szempontok vannak ennek a megélhetési rendszernek, mert itt azért, például nekem van nagyon konkrét példám, én csináltam a Csend koncertet a barátaimmal, a Geszti segített benne, Bakács Tibi, nem tudom, Novák Peti, Siketeknek szerettem volna zongorázni koncerten, mert azt mondtam, hogy ebből élek, mindig zenész voltam, és a Siketek nem hallanak engem, és akkor szeretnék nekik valamit ebből mutatni, és egy nagyon klassz dolgot ott kitaláltunk. Szintén egy ilyen, talán a tolerancia az egy jó szó ide, vagy nem is tudom, szóval, hogy vonjuk őket be valahogy, hogy én ott zongorázom, de ők is érezzék jól magukat. Akkor Weiss Fannyt elhívtuk, stb. Tehát kitaláltunk, Horváth Péter rendezte, ugye a Padlás írója. És kaptunk, akkor még szocialista kormány volt, meg nem mondom, hogy hívták a minisztert, millió forintot ennek a koncertnek a megvalósítására. Egyébként több helyről is kaptunk támogatást, ez egy jó hangzó dolog volt, a Siketek szövetségével, stb. Közösen próbáljuk, csináljunk egy koncertet, és mutassuk meg, hogy... De nem fából vaskarikkal? Horváth Péter is ezt mondta, meg a Geszt is, meg mit tudom. Nem, azon csak kérdezem. Aztán csak kitaláltunk egy csomó olyan dolgot, amitől ugye a jel, beszéd, tánc jellegétől kezdve a különféle audio-fizikai, tehát hogy például egy csomó olyan dolog van, ugye, hogy oda teszik a kezüket, és akkor hallanak a rezgést, stb. Tehát egy csomó dolog van. Most én nem azt mondom, hogy ugyanaz az élmény nekik, de én pont ezt az integrálást, tehát én nem egy olyan koncertet akartam, hogy ott ülnek a Siketek, és akkor néznek bután, és mi meg integetünk, hogy nektek most jó, és engem istenítsetek, mert én milyen jó fejcsába vagyok, hanem azt akartam, hogy legyünk ott Siketek, meg Hallók, és együtt csináljunk valamit. De mivel én mégis zenész vagyok, tehát ne sportoljunk, meg futóverseny, meg lufit fújjunk, meg mit tudom én, hanem ebben, és mondom, itt a zene a lényeg, hogy valahogy hadd mutassa meg, hogy... És ez például a rezgés. Igen, és meg hogy lássátok az örömöt, hogy nekem a zene mit jelent. Mondom, de Weiss Fanny jelnyelven elmondta a Kosztolányi színes tintákat, ugye a Horváth Péter hozzá megrendezte az előadást, táncosok, stb. Szóval mi ezzel nagyon sokat gondolkoztunk, de egyébként igazad van, mégiscsak fából vaskarika, de hát csináljunk. Csak abban az értelemben az, hogy nem ugyanazt hallja, mint amit én, hát, vagy te. Hát, de attól egy más élményt adhatok meg neki. Meg én el akartam őket hozni. A Bakács Tibi kitalálta, felraktunk egy teherautóra egy zongorát, és mentünk körbe a városban, Astoria, Blahaluisa tér, nem tudom, hogy én zongoráztam,
És a teherautón ott volt mellettem a Bakács is egyébként, és a teherautón siket emberek álltak mellettünk. És integettek, és mutogattak, és a jelnyelvükön. És akkor mentünk, és akkor mellettünk a hetes busz, és igen, akkor ott kommunik... Igen, ez nagyon fontos abból a szempontból, hogyha semmit se értettek volna maguk azok a gyerekek, akik álltak a mellettetek, de azok a járókelők látták, hogy ezek ugyanolyan emberek, nekik ugyanolyan fontos, stb. Pontos, és hogy ők legyenek ott velünk. Tehát, hogy ez egy integráció, hogy mi most így együtt, és ezek siketek, és mások, mint mi, és lehet, hogy nem hallják, és lehet, hogy nem érzik, igen. De én szeretném, hogy ők is ott legyenek. Oda akarták kilukadni, hogy akkor kaptál pénzt? Ja, hogy kaptam pénzt, és akkor jött közben a rendszerváltás, és kaptam egy levelet. A rendszerváltás, új szavazás volt, megalakult a Fidesz kormány, és kaptam Soltész Miklóstól egy levelet. Egy hét múlva, vagy két hét múlva, hogy én ezt azonnal adjam vissza ezt a pénzt, mert ez az ő, nem tudom milyen politikájukkal nem egyezik. Azt adjad vissza, igen. Amit egyszer már megkaptál, igen. És nem is ők adták? Igen. És vissza kellett adni? Hát azt mondta a könyvelő, hogy ugyan már, hát ezer módon ugye elküldhettük volna, meg elszámít, tudom mi, micsoda, de én mondtam, hogy nem. Én ezt vissza akarom utalni, és akkor visszautaltuk. Mr. B és Éri Balázs, Fodor János beszélget vele. Ez egy klasszikus beszélgetés, azt gondolom, amit mi folytattunk, tehát hogy eszmét cserélünk, hogyha úgy tetszik. Miközben, és akkor visszautalok a beszélgetésünk legelejére, miközben énnek folyamatosan azt gondolom, hogy mondjam finoman, szóval, hogy pofozógép elé nem állok, azt nem akarom, hogy fölpofozzanak, majd hogyha tudom, hogy el tudok hajolni, vagy vissza tudok ütni, akkor van értelme a dolognak. De gyűjtöm az erőt. Jó, és hogyha kell, majd megyünk. Szeretnék valamit még mindenképpen becsempészni a mostani beszélgetésünkben. Nem olyan régen voltál te az Amerikai Egyesült Államokban, méghozzá egy meghívásra. És érdekel, hogy kinél voltál, és miért, hogy keveredtél te oda, és ott mit csináltál, ez érdekel. Nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, és nem csak az Egyesült Államokban voltam, hanem Kanadában is. Egy régi kedves ismerősöm, Nagy Tímea, aki egyébként annak idején a Csepp TV-nél volt műsorvezető, meg videoklipeket rendezett, Hevesi Tamástól kezdve, nem tudom, még Ákos Salis, meg Animal Cannibals, meg nem tudom, milyen zenekaroknak a klipjeit rendezte, meg őket ilyen kulturális újságíróként. Azért
mondom nehezen, mert 16 vagy hány éves volt, amikor ezeket elkezdte csinálni. Tehát egy nagyon fiatal lány, aki Piero klubot szervezett, meg egy csomó minden ilyesmit csinált. Nekem régi kedves ismerősöm, ő annak idején csinált velem riportot éppen a Csepp TV-ben, és ott beszélgettünk, barátkoztunk, és ő az emberkereskedelme áldozatává vált. Szex rabszolgaként Kanadában kötött ki. Elment egy ilyen babysitter hirdetés, hogy akkor most itt keres majd pénzt, meg nem tudom, ott kín a család, stb., és egyszer csak ott volt egy ilyen bárban, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a helyeket, ahol mesztelenül táncolni, meg a vendégek kedvére tenni, stb. Bocsánat, szabadba akok, biztos, hogy nem kell kivágnom ezt a részt? Ezt te jogosult vagy elmondani? Persze, természetesen. Annál, ő ezt megengedte annál, névvel? Mert... Annál inkább, mert most egy hónap múlva jelenik meg az önéletrajzi könyve, ami erről szól, és ennek az emberkereskedelem elleni küzdelemnek egy nagyon fontos harcosa és képviselője. És hát azért az eszem megáll, ez a szép az én szakmámban. Azt kérdezem valakitől, hogy kimentél zenélni Amerikába, vagy nem tudom, és egy pillanat alatt egy emberi történetben vagyunk, egy drámába, egy emberkereskedelmi. Bizony. Bizony, és egy nagyon különös. Én Timet nagyon rég, tehát akkor ismertem, mondom, 10 évekkel ezelőtt, és a Facebookon felvettük a kapcsolatot megint, megírta nekem, hogy ő Kanadában él, sikerült megszöknie nagyon különleges módon, kimenekült ebből a körből, nagyon nagy segítséggel újra talpra tudott állni, emberré válni, és felvállalta ezt a küzdelmet, mondom, megjelenik a könyv, az életrajzi könyv, és azért keresett engem meg, szerintem azt kell mondanom, hogy ő engem tisztelt zenészként, és akkor, hogy én segítenék-e neki abban, hogy egy dalt, egy ilyen főcímdalt ez a könyvhöz, és akkor film, stb. Gerendás Péter dalát választotta, mondott 4-5 dalt, amit ott énekelt a rettenetes körülmények között, ami úgy tartotta a lelket, Horváth Attila szövegeiről volt szó. És hogy a Gerendás Horváth Attila is itt van. Azért hogy a Gerendás Péter Tiszta vagy te még című dalát szeretné elénekelni, angolul, lennék-e én ennek a dalnak a producere. És akkor mondtam, hogy természetesen persze, Péterrel beszéltünk, ő is rögtön azt mondta, hogy igen. Ide jött Magyarországra a Timi, felénekelte, megcsináltuk a dalt, és aztán ő ott kín tovább folytatva ezt a, mondom, ez egy nagyon komoly küzdelem. Tehát ő de egyébként az ENSZ, nem tudom, tanácsadói testületében, meg mindenhol ezeket nagyon magas színvonalon, tehát nagyon-nagyon hatékonyan és nagyon elkötelezetten csinálja. Felhívott, hogy ott egy szintén egy olyan szervezet, amelyik egyébként veterán katonák meg támogatása közösen egy létrehoznál, vagy szerveznének egy koncertet, ahol egyébként ő ezt a dalt elnekelni kimenni. Igen. És akkor kimentem, és egy fantasztikus, mondom, a kinti rendőrségtől kezdve, aki az emberkereskedelemmel foglalkozik, ennek az egész mögöttes küzdelemnek a világába belelátva, én ezt az egészet, ugye azt mondjuk, hogy zene csak önmagát fejezi ki, hát itt ennél nekem sokkal többről volt szó. Miközben persze elmentél Las Vegasba, miközben megnézted a kaszinó világát. Az is egy nagyon-nagyon különleges élmény, mert ugye arról szól a dolog, hogy ott is kimentünk, persze hát nekem önmagában egy ilyen kirándulás, és soha nem jártam arra felé, persze, hogy nagyon érdekelt. De mégiscsak nagyon fontos volt látni azt, hogy például amerikai milliárdosok, akiknek én például játszottunk olyan rendezvényen, ahol ilyen fundraising, tehát ilyen ugye próbáltak gyűjteni pénzt erre a célra. Hogyan viszonyulnak ehhez az egész, és hogy egyáltalán a világ most valóban egyre inkább, mert ez egy valódi, nagyon-nagyon komoly probléma, hogy a fiatalok, pláne Kelet-Európában, én most ezt is már tudom, sejtelmem nem volt erről, hogy hány ezer magyar fiatal, vagy ukrán, vagy orosz, vagy nem tudom, fiatal lány, gyereklány kerül ki évente az emberkereskedelem, tehát konkrétan szexrabszolgaként, ezeknek mekkora hatalmas hányada hal bele
ebbe, hogy micsoda embertelen dolgok történnek. Szóval ez egy egyáltalán, én ott zenélek, meg Las Vegas, meg mit tudom én, de mégiscsak arról szól ez a dolog, hogy ez valami egészen embertelen probléma, és ez nekem nagyon fontos lett, hogy ebben részt veszünk. Örülök, hogy végül volt mód, hogy erről is beszélj egy kicsit, miközben ezer más dologról tudnánk órákig beszélni, hát az idő ezt most nem teszi lehetővé. Én szeretném megköszönni, hogy te olyan vagy, amilyen. Mert azért ez mégiscsak ad valamit nagyon sok embernek. És az fontos, hogy legalább én tudjak abban hinni, hogy minden szó, ami elhangzik mondjuk ebben a rádióban, ami azért nem kevés, mert egy héten van 46 vagy 47 órányi új műsorunk. És ebben mindig vannak új információk, és új emberek, és jó emberek, és jó gondolatok is. Szóval, hogy ezek a gondolatok, ezek az információk eljussanak sok emberhez, aztán majd azok úgy dolgozzák ezeket fel, ahogy tudják. Hadd mondjak én is záró gondolatként, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ezt a rádiót csinálni. Nagyon-nagyon fontos dolog, amit most mondasz, hogy ezek a gondolatok elhangozhatnak, és furcsa, mert nyilván nem ez a feladatunk, de én is szeretném neked megköszönni ezt a lehetőséget, hogy én ezeket itt elmondhattam, nem csak most ebben a műsorban, hanem a Csend című műsorban is, és remélem, hogy majd még folytathatom. Én is nagyon remélem. Hölgyek, urak, kedves hallgatók, elbúcsúzik önöktől. Éri Balázs, köszönöm szépen, hogy meghallgattam. És Fodor János, és minden jót kívánok.